nagyvárosban találkozott a helyi magyarokkal. Május 10-én érkezett Brisbanebe, ahol a Marsdeni Magyar Házban tartott egy kötetlen előadást, majd felszentelte a Mária Völgyi Magyar Kápolnát, és azt a kopjafát, amelyet a Magyar Nagykövetség ajándékozott a közösségnek. Egy könyv Ausztráliában, meg ez egy DVD, és nagyon-nagyon sok szeretettel. A brisbane-i vendéglátók apró ajándékokkal köszöntötték Böjte atyát, aki főként a Dévai Szent Ferenc Alapítványban folyó munkáról mesélt az ausztráliai magyaroknak. Az előadás után többen adakoztak is, hiszen mindössze 30 ausztrál dollár egy erdélyi árva gyermek egy havi ellátását fedezi. Olyan is akadt, aki másfajta segítséget ajánlott fel. Olyan dolgokat mondott el a gyermek otthonnal kapcsolatosan, hogy úgy érzem, hogy nekem is kötelességem, annál inkább, mert erdélyi vagyok, kötelességem ezeken a gyerekeken segíteni, tehát úgy érzem, hogy én is elvállalok egy ilyen keresztanyaságot, hogy egy gyermeknek fogok segíteni a tanulásában, az eltartásában, a felnevelésében. Böjte atya másnap szentmisét celebrált a Brisbane-től mintegy 90 kilométerre található kegyhelyen, Mária völgyben, amely több nemzet számára is imahely. Prédikációjában kiemelte a gyermekvállalás fontosságát. Mondtam otthon Erdélyben is, hogy ha imádkozhat és kérhetnénk egy dolgot a Jóistentől, azt mondanám, hogy jó nagy gyerekessőt osszol ránk, árasszol ránk. Ezután felszentelte a közadakozásból felépített Boldog Özséb kápolnát, valamint azt a kopjafát is, amely a nagykövetség ajándékaként nem sokkal Böjte atya előtt érkezett Canberrából. Az eseményen résztvevő magyar nagykövet úgy látja, hogy az épülő ausztráliai magyar közösségben újból erő van. Itt a Marian völgyében, ahol a mai istentiszteletet tartotta, új kápolnát építettek, kopjafát is állítottunk, ugyanakkor új öregek otthona, szárnyat nyitottunk nem régen Sydneyben, Melbourneben a konzuli iroda nyitása, több helyen új magyar iskola, a Körösi Csoma programból ide érkező fiatalok új életet lehelnek a közösségekbe, és megtaláljuk egyre inkább az elmúlt 10-20 évben ide került fiatalabb magyarokat is. Böjte atya elmondta, hogy örömmel tért vissza Ausztráliába, mivel korábbi útja során az ausztráliai magyaroktól hatalmas segítséget kapott. Az ő felajánlásaikból vehette meg és újíthatta fel az alapítvány a Gyergyószárhegyi gyermekotthont. Akkor kaptam két bumerángot, egy kenguru bőrt, egy ausztrál zászlat, felraktuk oda, és akkor hát ugye mondtam a gyerekeknek, hogy hát ez az ausztráliai magyarok jóságának, szeretetének a nagykövetsége. Minne lehetne a szeretetnek is, hát hogy mondjam, a konzulátus, a nagykövetsége is. Hát ugye ez az épület azóta is működik, 40 gyerek lakik benne, és ezzel is dicsérik az ausztráliai magyarokat. Amikor itt voltam, akkor egy idős bácsi, Sándor bácsi ránk hagyta a vagyonának egy részét, és hát ugye azt sikerült eladni, és most ebből a pénzből Borszéken, Erdély földjén egy újabb otthon körvonalazódik. Épül. A Magyar Kápolna 2012-ben lett kész, és azóta egyházi zarándoklatot és szertartásokat is tartottak itt. A brisbane-i tiszteletbeli magyar konzul úgy látja, hogy Böjte atya előadása sokakat megérintett. Úgy gondolom, mindenki örömmel, lelkileg feltöltődve mehetett haza erről az előadásról. Ugyanakkor pénzt is sikerült gyűjtenünk az otthoni árvagyerek misszióra, sőt, református egyházunk és a brisbane-i kerületem egy elég szép összeggel hozzájárult az otthoni gyerekek megsegítésére. Nagyon felemelő érzés volt, hogy itt volt Csaba testvér, és hogy mi is részese lehetünk az ő szép beszédének. Vicces is volt, úgyhogy nagyon élveztük. Fish, chicken, és birka.
A brisbane-i magyarok végül megmutatták, hogy 16 ezer kilométerre a hazától sem veszett ki a magyaros vendégszeretet belőlük. Most is, mint az elmúlt két évtizedben mindig, Cserpák János volt a felelős a rendezvény lebonyolításáért. Háznagynak becéznek, de ami ezzel jár, megszervezni, bevásárolni és kiszolgálni a rendezvényeken mindenkit, akár nagy rendezvény van, koncert, vagy megemlékezés, vagy akármilyen rendezvény, akkor talpunk kell állni. 4 óra hosszát, vagy 8 óra hosszát, de már csináljuk 22 éve. Böjte atya Sydney, Adelaide és Melbourne után az utolsó ausztráliai szentmiséjét mutatta be Brisbane-ben. Románia és Amerika tanította meg arra, hogy magyar nem tud.